A bajnok csapat. A DVSC játékosai 2005-ben, 10 évvel ezelőtt besöpörték az első bajnoki címüket, mindenki a Cibisváros legjobbjait ünnepelte. A bajnok csapat, Sándor Tamás, élete legboldogabb pillanata. A jubileumi évforduló most együtt ünnepelhetünk a Real Madrid legendáival és a DVSC csapatával május 30-án a Nagyerdei stadionban. A DVSC 10 évvel ezelőtt lett először bajnok, amire azt gondolom nem csak én, hanem az egész város, illetve az ország több pontján szerintem több ember nagyon büszke. Ennek apropóján meginvitáltuk a Real Madrid kiöregedett sztárjait, hogy így fogalmazzak nagyon finoman, akik elfogadták a meghívásunkat. Én ugye aktív DVSC szurkolónak tartom magamat, még annak én az NB2-ben a Vágóid utcán is figyelemmel kísértem a csapat mérkőzéseit. Visszagondolom, az egy csodálatos év volt igazából, azt gondolom már mindenki nagyon várta előtte, bronzérmeket szereztünk a bajnokságban, hogy végre kiteljesedjen az a munka, amit a Szima Gábor fémelezte vezetés, hogy így mondjam, végzett, és abban az évben nem csak, hogy bajnokságot nyertünk, hanem magában a bajnokok ligájában egy olyan menetelésbe kezdtünk, sosem fogom elfelejteni, egyrészt itthon nyertünk 3-0-ra a Hajduk Split ellen a BL azt hiszem második fordulójában, idegenben pedig 5-0-ra, és a következő fordulóban pedig már utaztunk is Manchesterbe. Most még üres a pálya. Május 30-án viszont a Loki és a Real Madrid ikonjai együtt lépnek majd a közönség elé. Fernando Morientes azt gondolom a legnagyobb név, aki még pár évvel ezelőtt a bajnokok ligájában rúgdosta a gólokat. Sokan kérdezik, hogy Figo, Zidane, Beckham, Raúl, stb. Azt gondolom, hogy a mi kis világunknak és a mi kis büdzsénknek azt gondolom, hogy ez a jelenlegi érkező névsor a Morientesen felül, a Christian Carambio, a Michel Salgado, az Amavisca, az Ivan Campo, a Bujó, a Contreras, és egy-két tárgyalás jelen pillanatban is zajlik, hogy a Clarence Seedorf és a Makalele is az utazógépen legyen. Azt gondolom, hogy amit magunktól megtehetünk, mindent meg fogunk tenni, hogy minél nagyobb sztárok érkezzenek, de az idősebb korosztára gondolva, egy Juan José, egy Santillana, azt gondolom, hogy elég csalogató tud mindenki számára lenni. Lesznek különböző meglepetéseink a nézők számára, ilyen lesz például azt gondolom, hogy dedikált labdaeső, szeretnénk egy dedikált labdákkal megállítkozni a kedves nézőket, amit mondom a mérkőzés előtt, azt gondolom, hogy kirúgnak vagy kidobnak a játékosok, nem csak a Real Madrid sztárjai, hanem ugye a Debrecen sztárjai is. Aki viszont testközelből szeretne érintkezni a sztárokkal, azoknak találtuk ki a VIP exkluzív csomagunkat, amely arra ad lehetőséget, hogy a mérkőzést követően 8 óra után a stadionnak a VIP részlegébe a jegy birtokosainak, illetve a pályalépő sztároknak és prominens személyiségeknek egy vacsorába kedveskednénk, és ott viszont már azt gondolom, hogy nyugodtan fel lehet kérni ezeket a sztárokat, mert rendelkezésünkre fognak állni. A stadion kapui délután 2-kor nyílnak meg a látogatók előtt. 3 órakor szeretnénk egy kis filmvetítéssel, ugye a 10 év előtti pillanatokat felidézve, kedveskedni a nézőknek egy 10-15 perces videó keretében, azt követően könnyű zenei programok lesznek egész délután, Dérheni, Majka és Körtis Gáspár Acival karöltve, lesz egy meglepetés, közös produkció, hogy így fogalmazzak. Mi mindig gondolunk a kisgyermekekre, ezért szeretnénk neki kedveskedni annak a lehetőségével, hogy egy ilyen, még egyszer mondom, csodálatos létesítményben tudjanak szerepelni. Lesz több gyerekcsapat, akik el fognak itt egy kicsit focizgatni. Nem véletlenül van kitalálva, én is voltam gyermek, én is fociztam. Nekem is óriási élmény volt több ezer ember előtt pályára lépni, tapsolt nekem az édesanyám, édesapám, nagyszüleim, rokonaim, stb. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan maradandó élményt, ami ad a gyermekeknek, illetve a hozzátartozóknak, hogy igazából valóban meg tudják szeretni ezt a sportágat, és szeretnék minél nagyobb szinte fejleszteni a tudásukat, és azt gondolom, hogy ilyen kis apró mozzanatokkal is akár lökést tudunk adni egy gyermeknek, vagy aki még eddig nem focizott, egy nézőtérről irigykedve nézi esetleg a gyerkőcöket, és jövő héten azt mondja a szüleinek, hogy a nyári táborba, hogy megyek már a DVSC akadémiájára, és lehet, hogy meg fogja találni ebbe a sportágba, amit keres. Az utánpótlás mérkőzése után lépnek majd pályára a magyar hírességek és a debreceni ikonok. 18 órakor pedig a Real Madrid és a DVSC legendái csapnak össze. 6 órakor fog elkezdődni ez a Real Madrid Legends DVSC országos összecsapás, ami 2x45 percet fog felölelni, fél időben pedig lesz egy
keresztlécugó verseny, az Agrovölgy csoport felajánlásával 1 millió forintot fog megnyerni az a szerencsés, akit meg ki fogunk sorsolni a stadionban, és a kezdőkörből a felső létet, ami most ugye nincsen behelyezve a két kapu, de valamelyik oldalra, ha eltalálja, akkor 1 millió forintot fog tudni nyerni. A szervezők a családokra is gondoltak. A stadion lelátóján kialakítanak majd egy gyermekszektort, ahol a legkisebbek is jól mulathatnak. A déli részén a stadionnak, a Kötszínház felé oldalon lesz egy komoly gyermekrész kialakítva. Ezt is annak meg apropán találtuk ki, hogy ugye kijön egy család, a kisgyermek már nehezen ül végig egy több órás eseményt. Ha valaki szeretne menet közben egy délhelyi koncert után kifáradni egy kicsit lazítani a gyermekével, azt ki tudja kísérni. A stadion nem megkerülve, csak lesétálva a küzdőtéren keresztül, a déli részen ugrálóvá, gyermekmegőrző és egyéb ilyen apróságokkal próbálunk kedveskedni. A jegyárakat próbáltuk úgy meghatározni, hogy leginkább, ugye, mivel családi nap, családi szektorban gondolkoztunk, egy négyfős családnak a esemény több mint 8 órás időintervallumra megváltott jegye, az 10.000 forintnál nem kerül több, ez azt jelenti, hogy egy fő 2.500 forintért tudja megvásárolni a szögletzászló az eseményre a belépőjegyét, és ahogy haladunk a pálya közepe irányába, úgy ugrik 1.000 forintjával a mérkőzésre a belépő. A Real Madrid legendái május 30-án 11 órakor érkeznek Debrecenbe. A küldöttséget körbevezetik majd a városban, ahol betekintést nyerhetnek a helyi kulturális életbe, és megízlelhetik Debrecen gasztronómiáját is. A sporteseményre még nem késő beszerezni a jegyeket. A Nagyerdei Stadion weboldalán, vagy személyesen a Fórum bevásárlóközpontban, az információs pultnál is megvásárolhatjuk. Ünnepeljük együtt a Loki első bajnoki sikerét a Real Madrid legendáival közösen.